A Magyar Falu program 2019-ben indult útjára. A programban azok a települések vehetnek részt, amelyek lélekszáma 5000 fő alatt van. A Magyar Falu programra a kormány 150 milliárd forintot biztosít. Ennek a programnak a pályázatairól beszélt velem Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kiemelte, hogy a beadott pályázatok sikeresnek mondhatóak, hiszen több mint 1000 település nyújtotta már be az első két pályázatra a jelentkezést. 2019. február és november között 13 célterületnél jelennek meg majd meg pályázatok a Magyar Falu programban. Eddig kettő jelent meg, a nemzeti és helyi identitás tudat erősítése, illetve a helyi egyházi közösségi tereknek a fejlesztése. Mindkét pályázatnál május 15-én járt le a pályázatok beadási határideje. 949 egyházközösség pályázott az egyházi jellegű pályázatnál, illetve a másiknál 1216 önkormányzat jelentkezett. Én azt gondolom, ezek a számok is bizonyítják azt, hogy milyen nagy az érdeklődés a pályázatok iránt. Én remélem azt, hogy a választókerületben is sikerül úgy elosztani a pályázatokat, illetve megbeszélni a polgármesterekkel, hogy ne csak egy-egy célterületen induljanak el, hanem mindenki a legszükségesebb pályázatot nézze ki és oda jelentkezzen, annak érdekében, hogy teljesen arányosan lehessen elosztani a pénzt, és egymás között már az beadást is meg tudják beszélni a polgármesterek. A Völgységi Önkormányzatok társulási ülésén részt vett Bonyhád polgármestere, Filóné Ferenc Ibolya, aki azt mondta, hagyománnyá vált, hogy a társulási üléseket olykor más településen rendezik meg. A polgármester kiemelte, hogy a társulás pénzügyileg pozitív évet zárt. Már szokásunk, hogy időről időre egy-egy társulási tanácsülést nem Bonyhádon, hanem valamelyik társult településen tartunk. Köszönjük ezúton is a meghívást. A mai társulási tanácsnak egyetlen egy napirendi pontja van az ülésen, az zárszámadás elfogadása, az elmúlt évnek a pénzügyi lezárása. Ugye ilyenkor kerülnek az utolsó mozaik darabok is, puzzle darabok is a helyére, és a tényleges pénzügyi elszámolás ilyenkor történik meg. Gyakorlatilag a pénzügyi mérlegnek a tényleges elfogadására kerül sor. Azt elmondhatjuk mind a VÖT-nek, tehát a társulásnak, mind pedig a hozzátartozó gondozási központnak, hiszen intézmény fenntartó is a társulás. A működéséről és a gazdálkodásáról ugyanazt, amit Bonyhád város önkormányzatéről, hiszen mi irányítjuk a pénzügyi osztályvezető, jegyző, illetve a polgármester, aki egyben a társulás elnöke, ugyanazokat az elveket vallja a társulás szintjén is, mint a Bonyhád város önkormányzatánál. Egy felelősen, takarékosan megtervezett évet tudtunk véghez vinni. Nincsenek más elveink a társulás 25 település tekintetében sem. Szeretném kiemelni külön a gondozási központot, akik az módosított előirányzatokhoz képest is lényegesen nagyobb bevételekre tettek szert az elmúlt évben. Ez köszönhető annak, hogy egy nagyon aktív vezetése van az intézménynek, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy plusz forrásokat teremtsenek pályázatok útján az intézmény működéséhez, és ez alapján segítették és könnyítették meg a munkánkat, és valamennyi településen ellátják a feladataikat. A Magyar Falu programban többek között lehetősége van az önkormányzatoknak felújítani orvosi rendelőket, úthálózatokat, polgármesteri hivatalokat, valamint nevelési, oktatási intézményeket. A pályázatok jó lehetőséget adnak a kisebb településeknek arra, hogy ezekkel a fejlesztésekkel felzárkózzanak a városok mellé.